Ma egy különleges helyre látogatok el, ahol megtudhatom, hogy hogyan gyártják a modern ablakokat. Megismerhetek minden részfolyamatot, egészen a tervezéstől a kivitelezésig. Nagyon kíváncsian várom, hiszen gyerekkoromban is szerettem a gyárlátogatásokat, úgyhogy ez egy különleges élmény lesz. Szia Laci! Szia Attila! Köszönöm szépen az invitálást, már nagyon kíváncsian vártam, hogy mit láthatok ma. Nagyon örülök, hogy eljöttél, hogy megmutathatom neked az ablakgyártás folyamatát. És merre találom ezeket a szuper robotokat, amiről beszéltél? Bent vannak az üzembe, gyere nézzük meg! Hát fáradj be az üzembe! Köszönöm szépen! Egy 21. századi ablakgyárban már szinte minden munkafolyamatot automata gépek végeznek. Ahogy előzőleg számítógépen megterveztük az ablakokat, a gépek pontosan úgy gyártják, méghozzá egyedi méretek alapján. Először a keretet alkotó PVC profilok méretrevágása történik. A levágott szálak belsejébe erős acélmerevítők kerülnek, ezek teszik stabillá a nyílászárókat. A gép ezeket több ponton is becsavarozza, majd előkészíti a kilincs helyét, illetve elvégez minden kisebb-nagyobb marást és fúrást. A tisztítás és az ellenőrzés viszont gondos, emberi kezek által valósul meg. A keret 4 darabját egyszerre hegeszti össze a csúcs technológiás berendezés. Ennek titka, hogy a darabok felületét magas hőmérsékletre hevítik, összenyomják és így elválaszthatatlanul összeolvadnak. Mindössze egy alig észrevehető varratot hagynak maguk után. A méretre vágott darabokból pillanatok alatt egy komplett ablakkeret lesz. Kézi munkával a gyártás órákig tartanak. Így viszont pár perc alatt megszületik a nyílászáró. A hegesztés varratainak tisztítását is gépek végzik, villámgyorsan és precízen. Az eredmény egy hibátlan ablakkeret. Az ablak nyitását és zárását speciális alkatrészek, az úgynevezett vasalatok végzik. Ezekkel szemben fontos követelmény a betörésbiztonság, ezért az ablakhoz biztonsági vasalat is készül, ami épp most kerül a helyére. A vasalatok becsavarozását robotgépek végzik. Az ablak egyik legfontosabb alkotóeleme az üveg is a helyére kerül, aminek a hőszigetelés, a hangszigetelés, sőt a biztonság terén is kiemelt jelentősége van. Ha minden eddigi munkafolyamat hibátlanul sikerült, akkor az üveg kiékelését követően az ablak könnyen és pontosan fog nyílni. Ezt mindjárt ki is próbálom. Természetesen minden rendben. Hát ez nagyon érdekes élmény volt, köszi szépen! Nagyon örülök, hogy megmutathattam neked ezt a gyártást, viszont még a kis ablakot, amit elkészítettél, azt átadnám neked. Ó, köszönöm szépen! Nagyon jó, szívesen! Jó utat, Attila! Köszi, Laci, szia! Úgy érzem, hogy a mai nap után szinte már mindent tudok a nyílászárokról, és teljesen más ablakon keresztül fogom nézni a világot. Ne szép tiszta!